Megmoczant a téli futballpiac itthon, nagy a mozgás az új edző érkezésével Győrben, erősít a Fradi, értékeit tartja együtt az MTK és a Debrecen, a listavezető Vidinél Nikolics kérdés van, a Diósgyőr elad külföldre, a várható további aktivitásokat is látogatjuk a FIFA licenszes játékos menedzserrel, Lackó Mihály Alő a vendégünk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt kívánok! Ugye a téli átigazási piac célja elsősorban az, hogy ugye kisebb kiigazításokat hajtsanak végre a klubok az ősztapasztalatai alapján a keretekben. Most is ez történik-e, vagy inkább, amit szintén látunk mostanában már, hogy a nyáron lejáró szerződésű játékosokat még pénzt akarnak kapni, tehát hirtelen gyorsan azokat próbálják elpasszolni. Igen, inkább ez az utóbbi most meglepően mozgalmas most a téli átigazolási szezon. Hál' Istenek, ebben nekünk is részünk van. Szintén olyan, mi olyan játékosokat hoztunk, akik ugye a szlován Bratislavától szerződéssel rendelkeztek, de anyagi gondok miatt uh, igazoltak Magyarországra. De ahogy látom, ugye a többi csapat is így gondolkodik, tehát egy-két játékos, ugye, uh, aki megmozdul, viszont van olyan klub, Lász Győr, ahol és szombathely, ahol 6-8 játékos uh, raktak úgymond partvonalon kívülre. Hát a Győrbe te magad is a cégetekkel, az irodátokkal igencsak érdekeltek, ott vannak a legnagyobb változások. Ez nyilván összefügg Míri utca László vezetőedző érkezésével, vagy gondolnánk, hogy összefügg, összefügg? Nem tudom, elképzelhető, vagy egy új koncepciót akar a Győr fölépíteni, nem tudom. Tehát a mi játékosainkat annyira érinti, illetve hát úgy mi játékosaink, hogy a partner iroda. Játékosai kivétel a Kamenár, aki ugye a mi játékosunk, a Kapus György. Kamenár, egy... ugye, aztán van még svéd stresszik, stresszik. így igen. van. Így van, hát Svecet Svetsz, elküldik, vagy elküldték partvonalon kívülre került. Hát ezt majd most a cseh megbeszéljük, hogy valószínűleg visszamegy Csehországba, nem tudjuk. Magyarországon mm. volt érdeklődés, aztán végül elhalt. Nem tudjuk. A Marek Stresszik, ugye ő neki úgy hiszem, hogy stabil a helye. Kamenár meg hát bebizonyította, hogy mégis Magyarország első számú kapusai között van, és ezt a Míry utánál is bebizonyította. Méltáltan azon me, mellőzték őt, én úgy hiszem. Tehát ott minden rendben van vele? Vagy Bele, szerintem észre. igen. Na most... Ugye azt láttuk, hogy például a Győriek Varga pontosan a lejáró szerződés miatt nem ö, tudták megtartani, tehát ugye ott még a fél évvel a szerződés lejárta előtt távozott a Ferencvároshoz, de mondjuk az is érdekes, hogy védőket keresnek és közben elküldik Völgyi Dániát. Hát igen, igen, hát ö, van egy-két ilyen. Hát most csak a Fradinál is, hogy a Fradi is szóba került, ugye ott is Balbeket kerestek, most meg is találták egy ekvádori válogatott személyébe, ott is ugye a, a bosnyákot kölcsön adták Nyíregyházára. Hát igen, a győrnél is keresik völgyi helyére a megfelelő embert, egyelőre nem sikerült megtalálni, illetve svetszeire is keresték. Nem tudom, mennyire fog megfelelni egy macedon egyszeres macedon válogatott, hiszen azért Sveccet valljuk be, azért ő a Holland első osztályból érkezett ide, a Harem játékosa volt, ahol jó pár száz mér, vagy jó pár mérkőzés több tíz mér, több. 50-60 mérkőzést inkább fogalmazunk így lejátszott, és cseh válogatott is volt. Tehát azért a macedon futball, illetve a cseh futball azért nem ugyanazon az asztalon van. Ez legyen a győri vezetők dolga, tehát ebbe én nem szeretnék beleszólni. Ugyanakkor érdekes dolgok vannak, tehát a, ugye Varga Roland ugye megváltóként érkezik, egy tehetséges fiúról van szó a Ferencvároshoz, és Győrbe még se kellett, tehát nem tudom. Hát ő nem akart maradni, ugye azt mondta a vezetőedző, hogy ő szerette volna. Ami A másik példa, ami nagyon érdekes, a szombathely. Amely, ugye az elmúlt években tehetségek sorát szállított a magyar labdarúgásból, és a saját nevelésre próbált uh, támaszkodni. Most meg úgy tűnik, hogy a győrben nem kellő játékosoknak lesz a felvevő helye. Igen, ez most így néz ki. Így néz ki. Hát ugye nyáron volt egy... Így akarják elkerülni a kiesés. Hát ezek szerint igen. Hiszen azért a győli játékosok azért bajnokok lettek, tehát azért valljuk be őszintén a bajnokcsapat játékosai. Ugyanakkor volt egy nagy fellendülés, ugye? Hát az olasz vonal egyre erősödött, illetve erősödik most is. Bocsáss meg, hogy ezt az olasz vonalat te üzletileg tudod értelmezni? Nem. Nem, ezt nem tudom, mert igazából nem látok mögé. A hmm. másik pedig azt mondják, hogy szponzorok állják a fizetéseket. Nem tudom, ha igaz, igaz, hanem nem, nem tudom. Tehát nem tudom, a haladás azért nagyon nagy gödörbe van. Tehát most, ha csak azt nézem, hogy ha csak a nyíregyházát nézem, amelyik szintén ugye kies és ellen küzd, azért elég komolyan erősített. Hiszen... Igen, ezt akartam hogy a nyíregyházán, és ehhez is van között, van közöttök, nagy léptékkel folynak az erősítések. Említetted a szlovánt, és említetted az otthoni anyagi gondokat. Most, ha ezt az irányú játékos mozgást nézzük Szlovákiából, Csehországból importált futbolistákat, akkor az én kérdésem, hogy másik irányú mozgás, az az nem lehetséges, vagy nem potenciális lehetőség? De lehetséges, ebbe az irányba nem, tehát Szlovákiában és Csehországban nem, hiszen vegyük csak példának a cseh élvonalat, amelyik... Arra gondolok ő, elsősorban, ugye most egy darab magyar, egyszer magyar futbolistára hallunk Balázs Benyámiról, aki a Portugál bajnokságból oda került, majd meglátjuk, hogy... Igen, ő most az ötödik, hatodik helyezett Teplicébe játszik, ott ugye Stasnyi az edző, akit mi annak idején Debrecenbe hoztunk, Igazából a pénzügyi vonal az, ami meghatározza Csehországban, a Sparta prága és a Pilsen az kiemelkedő pénzügyileg, viszont az szakmailag is. Tehát, hasonlítsuk, ez, bocsáss meg a, a, a te ismereteid szerint, látjuk, hogy például a Ferencvárosnak milyen költségvetése van, hiszen um, nyilvános, tehát a klubvezetői el, elmondták. Ehhez képest mondjuk a, a két Cseh élcsapat. A Csehér csapatok ilyen 4-5 milliárd, 6 milliárd ö, euró, persze ez. Két-két két és félszeres a ö, Igen, uh -huh. ott azért az átlag fizetés 10-15 ezer euró, tehát mondom az átlag. Az átlag a Az átlag úgy. így van, uh -huh. így van az átlag fizetés, viszont utána nagyon nagy szakadék van. Tehát ott van például egy olyan neves csapat, mint a Szlávia Prága, ahol Berának az edző. Ő, azok, az a klub például ilyen 2 3 ezer eurós maximus fizetéssel tud tehát, játékos... tehát a Spartához képest meget állnak. Így van, uh -huh. így van. Ugyanakkor most itt hogy beszéltünk a szlovánról, a szlovánnál pedig ugye a tulajdonos most stadiont épít, és a játékosainktól tudjuk, hogy itt az a probléma, hogy az 5 milliárdos költségvetésből most már csak két, két és fél 3 milliárdot költ a játékosokra, ugyan többi az elmegy a stadion építésre. Hát szegény, hogyha Robert Ficót meg tudná veszni egy építsenek egy stadion, Igen. de Szlovákiában ez annyira nem jön össze. A, ugye a Fradi volt például az elmúlt szezonokban a játékos ügynökök álma, azt lehet mondani, hatalmas mozgások voltak, most azért náluk megállni látszik ez a folyamat? Nem tudom, megmondom őszintén, én a Ferencvárosba hmm. egyetlen egy játékost vittem, annak idején a Martin klein -t. nem tudom. Tehát itt most a, ott szerintem Thomas Dole dönti el, hogy ki kerül a Ferencvárosba, Természetesen én is ajánlottam játékost, pont egy baloldali védőt, megelőzött az, az Ekvádori vonal, tehát ugyanbár, bár az csak kölcsönben van, hozzáteszem, uh -huh. csak most lett volna egy lehetőség egy játékosra, el lehetett volna hozni szintén lejárt vagy a nyáron lejárt játékos lehet volna. volna? Csehország? Csehországból, uh -huh. igen, egy kiváló futbalista, és ugye ott a pénzt nem tudják megadni neki, szintén. A Ferencvárosnál valószínűleg meg tudták volna adni azt a pénzt. Tehát inkább most ez a vonal azért mozog, mert Magyarországon egyre Magyarországnak egyre jobb híre van a játékosok körében. A a fizetések, Mármint, hogy a fizetések hiak, most már stabilabbak, stab, jobbak, igen, megkapják időben. Megkapják a pénzüket, uh -huh. megkapják a pénzüket. Az infrastruktúra egyre jobban fejlődik, egymásnak mondogatják a játékosok, hogy igen. Magyarországra érdemes jönni. Tehát ez egy pozitív, suttogó propaganda. Így van. Uh -huh. Így van. Irettyháza meg... is mondjuk, bocsánat, csak uh -huh. az, ott is egy stabil gazdasági háttér van, tehát uh... Meg, tehát nem kell attól félni, hogy nem kapják meg a pénzüket a játékosok. Tehát. És azért ez a régióban, mint hogy említetted, nem feltétlenül van mindenhol. A, a küzdködnek ez a problémákkal van, van. futballcsapatok. Azt említetted, hogy a Ferencvárosnál ugye a vezetőedző az, aki dönt a játékosok szerződtetéséről. Tapasztalatot szerint a magyar NBA-ben általában mi a gyakorlat? Hiszen azért ismerünk olyan vezetőedzőket, akik vagy nyíltan, vagy azért annyira nem nyíltan, de panaszkodnak arra, hogy az ilyen típusú játékos politikába erőteljesen beleszól, tulajdonos menedzsment. Hogy néz ez ki? Nagyon változatos? Igen, igen. Van olyan klub, ahol most nevet nem akarok mondani, ahol kimondottan az elnök a tulajdonos igazol. Szerintem az egészségesebb az, hogy az edző mondja meg, hogy milyen kaliberű játékos kell neki. Ugyanakkor van olyan csapat, ahol a sportigazgató és rákényszeríti az edzőt arra, hogy azok által játékosokból válogasson, hiszen magát akar igazolni azzal, hogy ezek a játékosok játszanak. Szerintem a legnormálisabb az lenne, ugye nem ez az angol rendszer van nálunk, de az legnormálisabb az lenne, hogy aki vására viszi a bőrét, az mondja meg, Tehát hogy a így van. De Tehát, ami a Ferencvárosnál városnál az volna Igen. a követendő út, hogy Igen. kiarcolja magának, vagy ki tudja, vagy odaadják Igen. a jogot a vezetőedzőnek, hogy a Igen. keretet kialakítsa. A bajnokságot utca a, bajnosságot, a lehető ott, ott mindig Nikolic most már az utóbbi időben a sláger téma, és kíváncsi vagyok a szakmai szemmel, ugye lassan olyan, mint Zsuzsák Balázs, hogy mindenkivel szóba hozzák, amikor elérkezik a holt szezon. Szerinted ő milyen szintű, vagy milyen típusú bajnokságban lehet sikeres? Nehéz kérdés, nehéz kérdés. Tőlünk is tavaly egy spanyol klub érdeklődött. Második osztály? Nem első osztály. Első osztály? Első osztály uh -huh. De a vége felé lévő klub érdeklődött Nikolics iránt. Oda nem mertük, beszéltünk is akkor a videóton vezetőivel, oda nem mertük ajánlani, mert az egy igazából egy védekező csapat. Nikolicsnak meg egy olyan, szerintem, olyan uh -huh. csapat illene, amelyik támad. Na most, mivel hogy egy támadó csapat, az általában a toppon van, tehát ezért nem tudom, hogy, hogy igazából hova illene ő Azt hallottam, illetve olvastam, hogy a szóba került a Bordó, de hát a Bordó ezt kategorikusan elhatárolta magát. Nem tudom, hogy hova tud elkerülni. Jó lenne, mert igazából az a magyar futballnak ad. Egy... De az a lényeg, hogy támadó szellemi csapatban. Hát mindenképpen van a helye, mindenképpen. Mindenképpen már egyedül nem tudja mm -hmm. azt megoldani, hogy egy előre Ő nem az, aki majd órihorgas csatárként tartja van. a labdákat, Így és akkor leadogatja. Végül erre a mostanában feltámadó és láthatóan bejáratottá váló lengyel vonalra szeretnék rákérdezni. A lengyel bajnokság úgy tűnik, hogy a magyar válogat, akár válogatott játékosok számára is a legszebb álmokat jelentheti. A régióban ennyire kiemelkedik, ennyire előretől, a, már csak mérete révén is az a piac? Hát eleve a mérete miatt, ugye egy. Ha egy játékosokkal de... beszélünk, bocsáss meg, akkor úgy szintén, amit mondtál a magyarokra, nagyon jók a stadionok, nagyon jó az infrastruktúra, gazdagok a klubok, van közönség, ő, szóval ő... Jó, jó, a híra. legyen van, Rengeteg pénzt tettek bele a lengyel futballba, ugye az EB miatt, ezért a csapatok is, csapatokat is megerősítették. Lásd, a Légia Varsó úgy esett ki, hogy egy szeltik ellen egy adminisztrációs hiba miatt, mert ott lehetett volna a BL körbe, oda visszaverte a Szeltiket, ugyanakkor a Legpoznan is egy, egy jó csapat. Igazából a magyar játékosoknak most jelen pillanatban ez a realitás. Viszont egy nagyon jó ugródeszka lehet, itt a probléma mindig az van, hogy egy lengyel játékos, egy Lewandowski mindig egy húzónév, a Dortmund játékosai mindig egy húzónevek. Nekünk sajnos nincsenek húzóneveink. Én pont valamikor meséltem azt, hogy például itt van az 5 milliós Szlovákia. Egy Hamsik és egy Skritel piaci ára annyi, mint Szalai Ádám, Zsuzsák Balázs és az egész magyar futball az ő szereplő összes játékosnak az Jó, ára. a problémát úgy kellene megoldani, a végére értünk, hogy ki kéne emelkedni egy-két egy, olyan évnek, aki után utána a többieket is így tudná van. így irántani, És... Gyugyák elmenne egy Lációhoz, elmenne a Szalai Ádám egy, ugye egy sálkéba, mondjuk, amelyik ilyen húzóklub, tehát ott egy kimagasló tudna alakít, a, a, alapít, vagy a, a, létrehozni, akkor ugye az egészből az jöhetnek, hogy a többi játék játékost több is húzná. A, 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 jó hírük miatt. Így van. Hát, Misi, mi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.